Hát én nagyon hiszek a sorsz, tehát a sors azt akarta, hogy itt legyünk, és hogy engedtem a Vionak, hogy elhozzál engem ide. Nagyon-nagyon sok kedves, a sors azt akarta, hogy találkozzak olyan emberekkel, akikből érzem, hogy talán tovább tudjuk ezt vinni, ezt a kapcsolattartást. Tényleg nagyon kevesebbekkel tudtam beszélni, mert rövid volt az idő. Nagyon azt akarta a sors, hogy olyan kedves szobatársaim legyenek, hol az Ági. Jó, hát te, hogy szerintem nagyon-nagyon így egymásra tudtunk hangolódni, és így meg tudtuk érteni az egymás érzelmeit. Én megmondom őszintén, hogy nekem ez a meditáció, lehet, hogy azért, mert én egy kicsit túlfűtöttebb vagyok, vagy nem tudom, én így nőttem fel. Én nagyon tartottam magam, mert nekem azt mondták, hogy muszáj tartani magad, ha fáj, ha nem, és tolszor is leszek. És engem a zene vitt magával, és amikor olyan zenét hallottam, én visszatértem arra az időszakomra, amikor én 4 éves voltam, és azt mondták, hogy te olyan mozgékony vagy, anyuka, írasd már be valami táncra, és akkor meg is történt, a Király utcába vittek el engem, anyukámék, és azt mondták, hogy hú, itt jó helyen lesz Lévi, de onnan átvittek egy másik helyre, mert hogy túl tehetségesnek tartottak arra a szintre, és az édesanyám varta nekem kézzel a fellépő ruháimat, és én oda mentem vissza, amikor ezt a zenét hallottam, és úgy látszik, a sors azt akarta, hogy most már így eljött az én időm, hogy visszatérjek ehhez a művészeti amplitúdóhoz, hogy így mondjam, ami nekem boldogságot tud most már ebbe az életembe szerezni, és azt hiszem, hogy ez, amit én együtt töltöttem a Bióval, ez egy örök emlék, vagy egy olyan, hogy érzelmi. Na, szóval értitek. És köszönöm, hogy itt lehetem, mert egy olyan új dolgot kaptam tőletek, amit ugye eddig nem is, tehát nem ilyen közegben éltem, és köszönöm nektek. És hát, padre!